A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején. Esni fog, állapította meg Béla bá. Ugyan már? Legyintettek a többiek. Hé! Végül Béla bának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők felé. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abba hagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra lőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Béla bá üregét öntött el, utána Zödönét, és Fityircét is. Aztán meg olyan szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titusz és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Titusé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Béla báé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején titelegve. Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titusz, evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titusz. A régit teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt. A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titusz. Így is tettek. A patkány kis csónakával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, hanem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki Zödönre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Ó, bocsi!
Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Béla bámolyrágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejem legyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titus a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyebe nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Minden olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Hú, lehet, hogy ezt álmodom. Vagy tényleg csónakban ülök? Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla bájét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És ha zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadi kácat alapanyag, mászat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szőrcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdul. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi! Azért lehet ezért segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem?
Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét. Bár ami azt illeti... Azt tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárad, abmogzsárav. Ti még el sem indultatok? Vizé, meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövérfelhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan... kedvetlen. Aja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 j
ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityérc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityérc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityérc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityérc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla báéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityércre. Milyen jó kis Sámli találtál magadnak!
Ahogy Fityérc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsen, közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityérc. Kiáltotta meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre valami. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztára, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide! A sámlin ülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A kuflik immár Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, Zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett Zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is hívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titus. Úgy közben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.